Fél éve már, hogy nincs közöttünk Bogár István. Ki volt ő? Tudós, művész, népművelő? Pedagógus? Egy dolog biztos. Egész életét, munkáját egyetlen dolog irányította. Szolgálni. Az elmúlt hétvégi rendezvénysorozaton ráemlékezett a szülőfalu, Őcsény, az otthont adó Sárköz és a tudomány. Móra Ferenc akár Bogár Istvánról is írhatta volna. A kövek alatt nőtt fű élete volt az övé, a fűjé, mely mégis utat talált a fényhez. Ahhoz a néptanítói generációhoz tartozott, amely még fiatalon belenövekedett a falu természetes életébe, s talán épp ezért volt ereje végigküzdeni azokat az évtizedeket, melyek a maguk kényszereivel, ideológiáival és kísértéseivel kis híján szétzúzták a falu közösségeket, beomlasztva öntudatukat, hagyományaikat, elsorvasztva infrastruktúrájukat, számtalan esetben még a térképről is leradírozva létezni akarásukat. A Sárköz nagyobb falvai hősiesen ellenálltak ám Sárpilis sorsát, ahol tanítóskodott, személyes tragédiaként is meg kellett élnie. A sárpilisi iskola megszüntetése, illetve bekörzetesítése számára azt jelentette, hogy utolsó aktív éveit egy városban kellett leélnie. De öröksége és hivatástudata ezer szállal kötötte a Sárköz falvaihoz, annak népéhez. És ezek a szálak elmúlásában sem szakadtak el, szorosra fűzik az emlékezést. A szülőfaluban az Őcsényi Népi Együttes próbáján a Sárköz falvait felvonultató hagyatékát feldolgozni hivatott szekszárdi rendezvénysorozaton és a falvak kultúráját hivatásszerűen ápoló néprajzkutatók körében kerestük gazdag élete emlékeit és tanulságait. Vannak-e még az együttesben olyanok, akiket ő tanított? Természetesen, hát az együttes többsége még ma is azok közül van. Másrészt, amikor ő már konkrétan nem dolgozott az együttesnél, csak kiárt hozzánk, akkor is nagyon-nagyon sokat segített. A most itt lévő együttes tagok közül szinte mindenki ismeri, mindenki volt vele közösen valamerre szereplésen. És hát még az általános iskolás gyerekek is tudták, hogy ki az a Bogár Pista bácsi, és mindenki ismerte. Bogár Pistának volt az egyik talán úttörő érdeme az országban, hogy felismerte, hogy a falun abban az időben elsődleges a hagyomány élesztés és a hagyomány ápolás. Mert először ő is férfikart szervezett, dalárdát, de az valahogy nehezen ment. Ugye a több szalmot betanítani fülhallás után és összepróbálni, ez nem tudott még úgy gyökeret verni, mint a saját hagyomány. Tehát a Kodály által elképzelt pedagógiai sorrendet ő a maga bőrén és a maga sikerein keresztül valósította meg. Úgyhogy ezért lett ilyen óriási ez a Sárközi együttes, na meg azért is, mert ugye Bogár Pista is Sárközi gyerek lévén, ő érezte a táj saját üzenetét, saját jellegét, nem más vidékekről való gyűjtést akart beléjük oltani, hanem a saját anyagukat feltámasztani, és ebben olyan értelemben is össze tudtunk dolgozni, hogy amiket én a decsi öreg szüléktől előástam több éven keresztül, és számomra tényleg egy megdöbbentően archaikus jellegzet és népzeneanyag volt, azt a Pista azon nyomban betanította, és ezeket én nagy örömmel hallom vissza most már a pörbölyiektől, a szekszárdi iskolásoktól, és Sárközön kívül is sokfelé, Fábián Éva, Kövesdi Éva, és más fővárosi, vagy más vidéki ifjú népűészek is. Tehát így a sárközi népzene felélesztésében így Bogár Pistának a háttér mögött igenis komoly érdemei és kezdő ténykedései vannak. Munkálkodott ő több csoport körében, még a székelyek körében is, és hát még az maradt meg leginkább emlékezetemben az első találkozásokról, amikor szinte fáradtan érkezett vidékről, és utolsó állomásként még akkor az Őcsényi újjáéledő csoporttal, illetve tovább folytató munkát tovább folytató csoporttal foglalkozott, és kihangsúlyozta, hogy az a kérése, hogy ne várjunk tőle erőteljes hangot, mert ő már ma kibeszélte magát, és elfáradt egyszerűen, figyeljünk arra, amit kér tőlünk, és hát azt próbáljuk a szerint végrehajtani. Hát az én életemben az 50-es évek elején robbant be Sárköz kultúrája is, meg Sárköz munkássága is, ez az emlékezetes kulturális seregszemlén, amelyik hát lenyűgöző volt, és valahol
a későbbi együttműködés az egész Moharai osztály és Pista között éppen ezen alapult, hogy Bogár István valahol zseniálisan megfogta azt a munkamódszert, ahogy egy hagyományőrző társasággal dolgozni kell, és itt dobom vissza neked a labdát, hogy nem az a lényeg, hogy ő mennyire értett a táncokhoz, és hogy ő mennyire volt táncos, hanem az a lényeg, hogy hagyta az embereket táncolni, hogy az öreg Kovács bácsi verbunkja úgy villódzott a színpadon, hogy azt az öreg elképzelt, hogy a menyecskék lépője, karikázója, aztán a cinegéje, az elemi erővel jelent meg, mert nem kötötte meg semmiféle művi beavatkozás. Szigorú ember volt, de vidám és megértő. Nekem legnagyobb élményem, utolsó élményem, ez a bizonyos pávaköri vetélkedő volt, ahol is a ötsárközi falunak a legszebb mozgás kultúráját, legszebb öltözetét, legszebb dalait hozta fel, és egy országvilág elé több száz embert tett fel egyszerre a színpadra, és karikázóba is úgy tudta megmozgatni, hogy olyan köröket varázsolt, hogy a néző is úgy érezte, hogy én is szeretnék ebbe a körbe bekapcsolódni. És azt hiszem, hogy az én emlékezetemben így marad meg, hogy egy ember, aki alázattal közelített a maga népéhez, de akihez maga népe mindig felnézett. Sokszor esik róla szó, így a hétköznapi munka során. Igen, hát szinte nem múlik el közös összejövetel, mindegy, hogy az próba vagy szereplés, vagy sárközi bál alkalmával, hogy Pista bácsit föl ne említenénk több esetben is valamivel kapcsolatosan, hogy Pista bácsi ezt nem így szokta, vagy nem így mondta, vagy nem így szerette, nem így kérte. Szóval ilyen vonatkozásban őt gyakran emlegetjük. És azt, hogy hiányzik az ő motorikus jelenléte, hiányzik a lelkesedése, a szíve, nem csak mint ember, hanem mint jelenség is közülünk. Bennem a derűje. A halatlan derűje, emlékszem egy ilyen népi együttes vezető tanfolyam zárásaként paródia műsort csináltunk, és az operaháznak a csárda jelenetét idéztük föl ketten a Pistával. Ő akkor nálamnál is megtermettebb volt már, én meg vékony, ő volt a lány, én a fiú, és a Pista azóta hányszor engem meglátott, mindig ez jutott eszébe, és a térdét csapkodta a gyönyörűségtől. Tulajdonképpen a derűje mellett a kedvessége, az a készsége, hogy rögtön mindenkivel hangot talált, és rögtön mindenkivel a maga hitét el tudta hitetni. És én hozzátenném, hogy az az alázat, az a szolgálatkészség, amivel ő a népét és a néphagyomány életét teljesen önzetlenül, személytelenül, de teljes bedobással szolgálja. Ha ön lenne polgármester, akkor hogyan emlékezne rá a falu nevében? Mindenképpen méltó emléket kellene állítani neki, talán egy utcát elnevezni róla, talán a kultúrházat elnevezni róla, tehát valamiképpen megörökíteni. Olyan módon, hogy az utánunk jövők is megkérdezzék, hogy ki is volt ez, és el lehessen mesélni, hogy kiről is van szó.